Április 23-án hétfőn tartja következő ülését az MNT Szabadkán. A jelenlegi összetétel megbízatása november végéig tart. Az őszre esedékes választásokat követően a nemzeti tanácsok már az új szabályok szerint alakulhatnak meg. A szerb kormány egy munkacsoportot alakított ki ennek kidolgozására. A héten ült össze utoljára ez a testület, hogy véglegesítse a tervezetet. Várhatóan az eddig kidolgozott munkaváltozat a véleményekkel kiegészülve kerül a parlamenti procedúrába. A 21 szerbiai nemzeti tanács 7 pontba foglalta össze azokat az igényeket, amelyekkel módosítanák és kiegészítenék a tervezetet, fogalmazott Hajnal Jenő. Bízom benne, hogy kiegészítve egy olyan javaslat fog megszületni, tervezett majd javaslat, amely már a parlamenti bizottságokba fog kerülni, azután pedig az elfogadás folyamatába. Ahogyan a miniszter úr jelezte a napokban a belgrádi összejövetelen, várhatóan ez egy-két hónapon belül meg fog történni. Hozzáfűzte, egyebek mellett a kultúra és a tájékoztatás terén azokat a hátrányokat tették szóvá, amelyek esetében a szerzett jogok csorbulnak. A nemzeti tanácsok kiemelt jelentőségűvé nyilvánítva egy intézményt, eddig azzal a lehetőségek éltek, ha több nemzeti tanács volt, hogy mindegyik egy-egy tagot küldhetett az igazgatóbizottságba, most pedig a javaslat, hogy a nemzeti tanácsok közösen egy jelöltet állítanának. Tehát itt a szerzett jog csorbul egyértelműen. A nemzeti tanácsok finanszírozása szempontjából fontos, hogy a külön költségvetési alap hatékonyabban kezdjen el működni. Az eddig összeg, amely mindössze 2 millió dinár alatt volt, ez megtízszereződik már az idei évben és a jövő évtől kezdve ez az alap növekedni fog. Hajnal Jenő hozzátette, a projekt alapú tervezésnél a nemzeti tanácsok a támogatási összeg felét fordíthatják csak működési költségekre, ezért azt kívánják elérni, hogy ide csak a bérek kerüljenek be az adókkal és a járulékokkal. Emellett komoly szankciókat lát elő a módosítás az adminisztráció az ügyvitel terén, ami korábban nem volt. A nemzeti tanácsoknak itt is voltak javaslataik. 2009-ben fogadták el a nemzeti tanácsokról szóló törvényt Szerbiában, 2010-ben már ez alapján írták ki a nemzeti tanácsi választásokat. 2014-ben az Alkotmánybíróság több cikkeit megtámadta és alkotmány ellenesnek minősítette. Az uniós csatlakozási fejezetek megnyitásával egy kisebbségi akciótervet is kidolgoztak, és ez 2015-től már leginkább azzal foglalkozott, hogy a nemzeti tanácsokról szóló törvényt hogyan lehetne úgy alakítani, hogy a kisebbségvédelem egy magasabb szintre kerüljön, összegezte Hajnal Jenő.